Kedves nézőink, a közelmúltban hívták össze a Városházára a közbiztonsági egyeztető fórumot, ahol mi is ott jártunk. Kérem, tartsanak velünk! 5. alkalommal hívta össze az Ajkai Rendőrkapitányság az Ajkai Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum tagjait május 27-én a Városháza 6. emeleti tanácskozó termébe. Szoboszlai Tibor kapitányságvezető köszöntőjében elmondta, a járási közbiztonsági egyeztető fórumok 2013-ban alakultak meg, és legalább 2 üléseznek évente. A fórumok célja, hogy az érintett felek, intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok képviselői és a rendőrség meg tudják beszélni a területeken felmerülő problémákat, valamint a járás közbiztonsági helyzetét. Futtató Norbert rendőr alezredes bűnmegelőzési osztályvezető beszélte Veszprém megyei rendőrfőkapitányság ifjúságvédelmi és idősekkel kapcsolatos prevenciós tevékenységről. Mint mondta, a megyében 22 megelőzési előadó dolgozik, akik egyben egyéb szolgáltatói ágak munkatársai. Ismertette az ifjúságvédelmi prevenció főterületeit, amelyeket az iskolákkal történt egyeztetések alapján jelöltek meg és rangsoroltak. Mint mondta, kiemelten veszélyeztetett az idős célcsoport, ők leggyakrabban a lakásukban válnak áldozattá. Rizikós, úgynevezett szürke zónába tartoznak a termékbemutatók, amelyek résztvevőit tudatos magatartásra kell nevelni. Szente Róbert tűzoltóhadnagy, az Ajkai Katasztrófa Védelmi Kirendeltség hatósági osztályának főelőadója a szabadtéri égetés szabályairól tájékoztatta a megjelenteket, és az égetéshez szükséges engedélyeztetés folyamatát ismertette. A 2015. március 5-i nappal hatályba lépett új országos tűzvédelmi szabályzat új rendelkezéseket fogalmaz meg a szabadtéri tűzgyújtás, illetve az irányított égetési engedélyezési eljárás szabályaira vonatkozóan. Ez röviden tömören annyit jelent, hogy belterületeken a települési önkormányzatok rendeletekben határozzák meg az adott idő, tűzgyújtásra adott időszakokat, ezen belül az időtartalmot, hogy mely órákban, mely napokon lehet. Ezen kívül ettől eltérően a szabadtéri tűzgyújtás égetés tilos, erre a hatóság sem adhat engedélyt. Külterületeken pedig az a változás következett be, hogy 10 hektár egybefüggő területig, szabadtéren, külterületen csak hatósági engedéllyel lehet ezt a tevékenységet végezni. Ez a hatósági engedélyt, ezt az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségtől kell kérni egy meghatározott formanyomtatványon, amely megtalálható a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján, illetve a kirendeltségen is el lehet kérni, az ügyfeleknek szívesen rendelkezésükre bocsátjuk. Eznek tartalmaznia kell egy 3000 forintos illetékbélyeget, ki kell tölteni, hogy hol, mely időpontban szeretné ki, végzi a szabadtéri égetést, illetve kell mellékelni hozzá egy tulajdoni lapot. A tulajdoni lapnak nekünk megfelel a takarnetes, egyszerűbb 1000 forintos tulajdoni lap, nem ragaszkodunk a közhiteles tulajdoni laphoz, és ezek alapján 10 nappal az égetés megkezdése előtt be kell jelenteni a tűzvédelmi hatósághoz, aki pedig egy határozatban engedélyezi az irányított égetést. Hány nap áll rendelkezésre az égetéshez? Az égetéshez egy nap áll rendelkezésre, illetve egy pótnap. Ott ad meg a hatóság. Alakulhat úgy, hogy ebben az időpontban nem sikerül, de sajnos akkor új eljárást kell lefolytatnunk, új engedélyezési eljárást. Mi a helyzet azokon a területeken, ahol az önkormányzatnak nincsen helyi rendelete az égetésre vonatkozóan? Azokon a területeken, belterületen a szabadtéri égetés tilos. Tehát, mint mondtam, a hatóság belterületen önkormányzati rendelet, ha nem szabályozza, akkor nem adhat ki engedélyt. Tehát az önkormányzatnak rendeletet kell hozni, és szabályoznia kell a szabadtéri tűzgyújtást a saját belterületén. A lakosság hol tájékozódhat a helyi rendeletről? A lakosság az a települési önkormányzatok honlapján tájékozódhat, illetve hogyha kérdése van, akkor katasztrófavédelmi kirendeltségen is megtalálhatóak egy adatbázisban, hogy mely települések rendelkeznek ezekkel a rendeletekkel, és az mely időszakokra engedélyezi a szabadtéri tűzgyújtást az adott településen. Az elmondottakhoz még annyi kiegészítést tennék, hogy az elmondottaktól függetlenül, tehát a szabadtéri grillezés, bográcsozás az továbbra is engedélyezett a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartása mellett. Ludvai Zsolt rendőrőrnagy, közlekedésrendészeti alosztályvezető a közlekedési helyzetről tartott előadást. Mint mondta, 2007-ben a kapitányság területén 125 sérüléses baleset történt, amelyből 25-öt ittas járművezetők okoztak.
2010-re a balesetek száma drasztikusan csökkent, és azóta is ugyanazon a szinten maradt. A tavalyi évben 75 sérüléses baleset volt, amit 24 esetben gyorshajtás, 4 esetben ittas vezető okozott. Az előadó bemutatta a rendőrség változtatható helyű komplex sebességmérő berendezését is, és beszélt a sebesség ellenőrzés gyakorlatáról. Elmondta, hogy a mérési helyek és pontok nem titkosak. A rendőrség a police.hu weboldalon egy hónappal korábban közzéteszi azokat. Ludvai Zsolt hangsúlyozta, hogy az ellenőrzések célja a közhiedelemmel ellentétben nem a pénzbeszedés, hanem a baleset megelőzés, a gyorshajtók és az ittas vezetők kiszűrése. Az előadások után a jelenlévők feltehették kérdéseiket és elmondhatták javaslataikat. Végül Pogány Péter bűnügyi igazgató, megyei rendőrfőkapitány helyettes a bűnmegelőzés fontosságának hangsúlyozásával zárta a fórumot. Pogány Pétert az ajkai járás közbiztonsági helyzetéről kérdeztük. Én úgy gondolom, hogy az ajkai járásnak jó a közbiztonsági helyzete, a helyi rendőrök jó munkát végeznek, a bűncselekmények, illetve szabálysértések száma évről évre csökken, úgyhogy jónak mondhatom. Van-e olyan aktuális megoldandó probléma, amit kiemelne? Hát most jelenleg igazából szerencsére hatalmas problémát nem vetettek fel. A gyorshajtás, ami talán mindig probléma, különösen jelen esetben most a motorosokra volt ez kihegyezve. És ezen kívül olyan nagy probléma nem volt. Ugye bemutattuk itt az új sebességmérő eszközünket, ezzel kapcsolatban tettek fel kérdéseket, amiket úgy érzem sikerült megválaszolnunk. Milyen helyzet a megelőzés területén? A megelőzés területe az egy nagyon fontos terület a megyei főkapitányság életében. Évről évre mindig igyekszünk minél több lehetőséget megragadni azzal kapcsolatban, hogy plusz forrásokhoz jussunk, ezekhez arra van szükség, hogy pályázatokat tudjunk benyújtani, és ezekben pedig nagyon fontos az önkormányzatoknak az együttműködése.